Mint ahogyan arról már beszámoltunk, ma délelőtt 10 órakor kezdődött, illetve folytatódott a köztársasági parlament rendkívüli ülése, amelynek témája a kormányalakításról szóló vita. Az ülés kezdetén elsőként Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség Demokratikus Cselekvés Pártja frakció vezetője szólalt fel. Jó napot kívánok! El tudná-e mondani nekünk röviden, hogy mi volt az, amit a felszólalásában fontosnak ítélt és kiemelt? Az elmúlt 2 év eredményeiről és a következő kormánnyal kapcsolatos elvárásainkról beszéltem, hiszen ugyanazok a pártok fogják a következő kormányt is megalakítani, éppen ezért kontinuitásról, folytonosságról beszélhetünk, és elmondtam azt, hogy a politikai és gazdasági stabilitás megőrzése talán a legfontosabb eredménye az előző kormánynak. Ezt várjuk a következőtől is, hiszen ez mindennek az alapja. Ezen kívül az elmúlt 2 évben sikerült a szerbiai jogrendből eliminálni a kollektív bűnösségnek az elvét. Emellett olyan infrastrukturális beruházások folytatódtak, amelyekre az elmúlt években köztársasági szintről nem érkezett pénz, elsősorban az Y-elágazásra és a Szabadkai Népszínház épületére gondolok, és fontos az, hogy a részarányos foglalkoztatás tekintetében sikerült megteremteni a jogi alapokat, a jogi kereteket. Talán ezek a legfontosabb eredményei az elmúlt 2 évnek és a Szerb Haladó Párt VMS együttműködésnek, és hát ennek az együttműködésnek a folytatását várjuk a jövőben is. Most már vannak tapasztalataink, tudjuk, hogy ezeket az ügyeket hogy lehet sikerre vinni, és mazsolázva egy picit a kormányalakítónak a tegnapi beszédéből, rámutattam azokra a pontokra, amelyek magyar szempontból fontosak, és a konkrét elvárásainkat fogalmaztam meg. Például a mezőgazdaság terén fontos az, hogy végre kormányzati szintről, vagy a legmagasabb szintről is kimondásra került, hogy a termőföld törvény módosulni fog, és hogy a külföldiek nem fognak egyszerű módon tulajdonhoz jutni a termőföldekkel kapcsolatban 2017 szeptemberét követően semmit. Konkrétan a magyar modellt is emlegette a kormányalakító, a mezőgazdasági termelők járulékfizetési gondjairól beszéltem, és arról, hogy ennek igazságosnak kell lennie. Az infrastruktúra fejlesztés terén a már említett 2 konkrét projektomon kívül a vasútfejlesztésről, a gazdaságilag nem kifizetődő vasútvonalak megőrzésének a fontosságáról beszéltem, hogy nem lett a gazdasági szempont, a fenntarthatóság szempontja az egyetlen, amit figyelembe vesznek akkor, amikor a kormány vagy a minisztérium erről a kérdéskörről dönt. És hát így végigmehetnénk az oktatáson, a művelődésen, kisebbségi kérdéseken, tehát igyekeztem minél több konkrétumot felsorakoztatni a felszólásomban. Ha már a vasutat említette, akkor a konkrét vasútvonalakat is említett? Én arról beszéltem, hogy nagyon fontos a vasúti közlekedésnek a megőrzése, hiszen ez a legolcsóbb közlekedési válfaj, ez a polgárok szempontjából nagyon fontos. Vajdaságban komoly hagyományai vannak, nagyon komoly hagyományai a vasúti közlekedésnek. Persze komoly beruházást igényel ezeknek a vonalaknak a fönntartása, de ennek ellenére nem szabad megszüntetni a vasútvonalakat. Nem szerettem volna kiemelni egyet sem, hiszen sajnos elég sok számít veszélyeztetettnek ebben a pillanatban, de az önkormányzatok segítségével bízom abban, hogy ezeknek a nagy részét meg tudjuk őrizni. Ezen kívül pedig a Belgrád-Budapest vasútvonalnak, valamint a Szabadka-Szeged-Baja vasútvonalnak az építése is nagyon fontos, hiszen ahogy az már számtalanszor elhangzott, az egész észak-vajdasági régiónak a gazdasági fellendülését fogja előidézni ennek a 2 vasútvonalnak a megépülése, tehát nem csupán közlekedési szempontból fontosak ezek a kérdések. Elsősorban akkor ugye olyan projekteket emelt ki, amelyek már az előző kormány programjában is benne voltak és elkezdődtek, és csak a folytatásuk a fontos. Elsősorban igen, azért, mert ezek nagy léptékű projektumok. A Szabadkai Népszínház építését például 2009-től 2014-ig
a szerb kormányok, szerbiai kormányok nem támogatták egy dinárral sem, ez sikerült a holtpontról kimozdítani, de hát a szabadkaiak, meg nem csak a szabadkaiak tudják, hogy azért azon az épületen, amely már ugyan hasonlít valamire, van még bőven mit csinálni. És hát ugyanez vonatkozik az Y-elágazásra, hiszen egy olyan projektumról van szó, amely 30 éve épül. Az elmúlt évben 197 millió dinárt sikerült biztosítani, ez nagy sikernek számít az előző időszakhoz képest, de ez a szükséges összegnek mindössze a 10%-a volt, tehát a következő 3-4 évben még bőven lesz a kormánynak mit tennie tekintetben, és komoly összegeket kell majd elkülöníteni. Nézzük akkor, mi következik most a Vajdasági Magyar Szövetség, ugye államtitkári szinten vesz részt majd a kormány munkájában. Amennyiben megszavazzák az új kormányt a napokban, utána a kormánytagok leteszik az esküt, mikor kerül sor az államtitkárok beiktatására? Én azt gondolom, hogy augusztus folyamán az államtitkárok kinevezésére sor fog kerülni. Ugye június 8-án volt az első hivatalos tárgyalás a kormányalakítással kapcsolatban a Haladó Párt és a VMS között. Egy hosszabb szünetet követően az előző két napban ezek a tárgyalások folytatódtak. A következő napokban lehet arra számítani, hogy aláírásra kerül a koalíciós szerződés, ahogy az két évvel ezelőtt is történt. Ez nem ez a négy tisztség szempontjából fontos, hanem azért, hogy lefektetésre kerüljenek azok a program prioritások, amelyekről én itt a vitában is beszéltem a parlamentben, és hogy ellenőrizhető legyen, mint az elmúlt két évben is, hogy a koalíciós szerződésből mi valósult meg, hiszen elérhető, nyilvánosan elérhető, hozzáférhető lesz a dokumentum, mint ahogy az előző is volt. A napokban megalakul a kormány, azt követően kerülhet sor az államtitkároknak a kinevezésére. Négy tisztséget említett, tehát négy tárcához tartozó államtitkárok. Mely tárcák ezek? Igen, az egészségügy, a mezőgazdaság, az infrastruktúra és az oktatás az a négy tárca, amelyben a Vajdasági Magyar Szövetségnek államtitkára lesz. A már emlegetett projektumok tovább vitele szempontjából fontosak ezek a tárcák, valamint gyakorlati szempontból mindenkit érintenek, ezért fontos, hogy például az egészségügyben legyen államtitkárunk, és az oktatás számít új területnek. Én azt gondolom, hogy ezt különösebben nem kell indokolni. A felszólalásomban is említettem például a szerb nyelv oktatásának a kérdését, a kislétszámú osztályok megőrzésének a fontosságát, az általános iskolák alapító jogainak az átvitelét a nemzeti tanácsokra. Tehát mindezek a kérdések az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartoznak számos más mellett. És fontos, hogy ott a minisztériumban is legyen emberünk, aki hozzá tud ahhoz járulni, hogy ezek a kérdések rendeződjenek. Azt lehet-e már tudni, hogy kik lesznek ezek, akik ott lesznek? Neveket tudunk-e már mondani? Neveket nem szeretnék mondani, mert a Vajdasági Magyar Szövetség tanácsa még nem hozta meg a döntést erről a kérdésről, de azt gondolom, hogy a következő napokban, egy-két hétben nyilvánosságra kerülnek a nevek is, és megkezdhetik az államtitkárok a munkát, vagy folytathatják, hiszen nem árulok el nagy titkot, ha elmondom, hogy a jelenlegi kormány államtitkárai közül néhányan folytatják majd a tevékenységüket, de lesz új államtitkárunk is. Pásztor Bálint, köszönjük szépen! Köszönöm!